Üdv! Ismét lenne itt néhány rejtvény a számodra. A játékmenet és a szabályok a szokásosak. Készen állsz? Jöjjön, Watson! A naptár. Egy férfit meggyilkoltak az irodájában. Négy gyanúsítottunk van. Anna, Nina, Jason és Lee. Az áldozat kezében egy toll volt, mellette pedig egy naptár, amire a következő számokat írta. 1, 4, 9, 10, 11. Ki a gyilkos? Minden szám egy hónapot jelöl. Ezek kezdőbetűit összeolvasva kiderül, hogy a gyilkos Jason. A csempész. Minden egyes nap egy férfi kell át a határon biciklivel és két zsák földdel. A határőrök mindig meg is állítják, azonban a zsákjaiban csupán föld van, és máshol sem találnak nála semmit. A határőrök mégis teljesen biztosak, hogy a férfi csempész valamit. De mit? Kerékpárokat. A tárgyalás. Egy tárgyaláson vagyunk, ahol egy férfit már majdnem elítéltek a felesége meggyilkolásáért. Egyszer csak az ügyvédje felugrik és ezt mondja. A felesége csak eltűnt. Figyeljék az ajtót, 30 másodpercen belül meg fog jelenni. Szinte mindenki meretten bámulja az ajtót, de nem történik semmi. Látják, ha annyira biztosak lennének benne, hogy halott, akkor nem nézték volna az ajtót, mondja az ügyvéd. A bíróságot azonban ez a jelenet csak még jobban meggyőzi, hogy a férfi bűnös. Miért? A gyanúsított nem figyelte az ajtót. Jól tudta, hogy a felesége nem fog megjelenni. A betörő. Egyik este egy házas pár csúnyán összeveszett, és a férfi inkább úgy döntött, hogy egy kicsit elmegy otthonról. A telefonját, az iratait és a kulcsait is otthon hagyta. Mikor hazaért, egy halott betörő volt a lakásában. A feleség a nyomozóknak elmesélte, mi történt. A nappaliban voltam, amikor zajt hallottam a bejárati ajtó felől. Oda mentem és kinyitottam, mert azt hittem a férjem az, azonban egy betörő volt, aki megpróbált ellökni, én pedig leszúrtam a késsel. Csak önvédelem volt. A nyomozó gyilkossági kísérlet gyanújával letartóztatja a nőt. Miért? Az elmondottak szerint a nő késsel a kezében nyitott ajtót. Valószínűleg tényleg azt hitte, hogy a férje jön haza, és azt tervezte, hogy azonnal leszúrja. A barátok. Mérésben együtt laknak négy barátukkal. Egyik délelőtt, mikor Ben hazaért, holtan találta Mérit a nappaliban. Azonnal kihívta a rendőrséget, akik megállapították, hogy a gyilkosság csak percekkel azelőtt történt. Azonnal kihallgatták a négy barátot, akik a következőket mesélték el. Mary a konyhában volt és ebédet készített. John reggel óta a kertben volt és olvasott. Jennifer órák óta a medencében úszott. Jane a szobájában festett. Ezen kívül mindegyikük azt mondta, hogy csak akkor rohantak be a nappaliba, amikor meghallották a rendőri szirénát. A rendőr mindegyiküket megkérte, hogy mutassa meg a kezét. Azonnal rájött, hogy egyikük biztosan hazudik. Ki? Jennifer. Ha olyan sokáig volt a medencében, és csak akkor jött ki, amikor állította, akkor miért nincs kiázva a bőre? Szeretem a teknőst!